Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Jó reggelt kívánok a tisztelt Jobbik frakciónak. 5 évig kellett önöknek itt ülni a parlamentben, hogy észrevegyék, hogy Magyarországon élnek nyugdíjasok, és az ő érdekükben is fel kell szólalni itt a parlamentben. Tisztelt ház, már a napirend előtti hozzászólásomban elmondtam, hogy milyen létminimum viszonyok vannak Magyarországon, és hát tudni kell, amikor ez a javaslat a ház elé került, hogy ma Magyarországon 76 ezer forint az a létminimum, amiből egy idős embernek meg kellene élnie. Sajnos ez a 76 ezer forint rengeteg nyugdíjnál, hát gyakorlatilag a nyugdíjaknak jó harmadánál nem áll rendelkezésre. Ezért beterjesztettünk 3 módosító javaslatot és a különböző csoportokra, a korkedvezményekre, hogy valóban el kívánja venni, korkedvezményes nyugdíjaknál, az özvegyi nyugdíjaknál valóban el kívánja venni, hiszen 22.500 özvegyi nyugdíjas is érint ez a terület. A Jobbik úgy gondolja, hogy valóban elképesztő, hogy 25-30-35 évet ledolgozó emberektől kívánják elvenni a nyugdíjat. 70 ezer olyan rokkant nyugdíjas van, aki 55 évnél fiatalabb. Ha 120 ezer embert visszakívánnak vinni, akkor azt jelenti, hogy mindenki gyakorlatilag, aki 55 évnél fiatalabb rokkant, azt visszakívánják vinni, és ezen kívül még 50 ezer ember. Elképzelhetetlen, hogy ennyi csaló volna a rendszerben. Nyugdíjban is honorálná a gyermekvállalást a Jobbik. A párt szerint a legjobb nyugdíjvédelmi intézkedés a családtámogatás területén érhető el, így több ezzel kapcsolatos intézkedést javasolnak.